A Szent István Művelődési Házban adták át a Zenei Nevelésért Alapítvány idei elismeréseit. A díj azoknak az aktív óvodapedagógusoknak, énekzene és hangszeres tanároknak, gyermek- és ifjúsági kórusok, zenekarok vezetőinek, közösségeknek adományozható, amelyek több éve magas színvonalú zenei nevelő munkát végeznek, Kodály Zoltán szellemi örökségét közvetítik tanítványaiknak. Ha Mihály Gyuláné Esztinéni nem lett volna, akkor gyakorlatilag valószínűleg később lett volna Székesfehérváron énekzenei általános iskola, hiszen itt Fehérváron az elsők között alakult meg az énekzenei általános iskola Kodály Zoltán segítségével, és nyilván Esztinéninek a bábáskodása alatt. A kuratórium elnöke Knejfel Imre megerősítette, Mihály Gyuláné örökségének továbbélése, a felnövekvő generációk segítéséhez elengedhetetlen szakmai alázat az alapja annak, hogy a gondoskodó pedagógiai munka eredményes lehessen. Mindannyiunk példaképe első énekzenetanára volt, annak is, akit konkrétan nem tanított, de az ő kisugárzása és az ő tanítása, zenei nevelése, amely gyerekeken keresztül érvényesült, és a mai napig érezteti hatását itt Fehérváron, ez mindannyiunkra hatással volt. Úgyhogy amikor összegyűlünk évente egyszer erre a szép hangversenyre, ennek a meghallgatására, és átadjuk azoknak a pedagógusoknak, zenepedagógusoknak a nevelési, zenei nevelési díjat, elismerést, amely a munkájukat illeti, és amelyet nagyon megérdemelnek, akkor erre is gondolunk. Mihály Gyula Esztinéni fia volt az, aki testvérével, Rózner Gyulánéval létrehozta az alapítványt, Székesfehérvár város zenei életét kiemelkedő munkájukkal gazdagító tanárok közösségek elismerésére. Ezt az alapítványt édesanyám Mihály Gyuláné, vagy ahogy mindenki is csak Fehérváron ismerte, Esztinéni emlékére hoztuk létre. A pontos neve a Székesfehérvári Zenei Nevelésért Alapítvány, hiszen édesanyám azért munkálkodott, azért tett meg mindent ebbe a városba, hogy a zenei nevelés olyan szintre kerüljön, ami a kodályi elveket is vallotta. A Székesfehérvár Zenei Nevelésért díjat 2009-ben alapították. Az alapítvány által adományozott elismeréssel azoknak a szakembereknek mondanak köszönetet, akik az ifjúság zenei nevelésében kiemelkedő munkát végeznek. A zenei nevelésért díj kitüntető címet idén a kuratórium döntése alapján Zimber Ferencnél, Hosszú Sétatéri óvoda pedagógusa, Csikós Árki Brigitta, a Zentai úti általános iskola tanára, és Oláni Nagy Klára, a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa vehette át.